Iratkozz fel a Kitunes csatornára, induljon a végtelen móka! Tutti frutti, bacsi! Visszakaphatom a cukrot? Persze! Conny sütiskocsiján minden van! Fúj! Nana, te a sót adtad ide! Sós gyümispite! Ez igen! Ha ekkora buli magunknak főzni, milyen lehet a vendégeknek főzni? Figyelj csak, meghívhatnák a bébiket a Fantasy hegyről. És a többi bébit a völgyből. Én leszek a szakács. Ez nem ér, de akkor pincér leszek. Fruti séfek! Postás! Ki lehet az? Egy levél. Nagyon titokzatos. Mindenkit meghívunk a nagy fogadásra a Tutti Frutti öbölben. Igen! Lakoma lesz! Szia, Nana! Hoztunk még gyümölcsöt a Fincsi gyárból! Köszi! Én nyerek! Igen! Au! Jól vagyok! Üdv, pincér kolléga! Íme az előétel! Nyami! Ez a legjobb gyümölcssaláta, amit valaha is ettem! Foxy, ne nyújkálj a kajámba! Nem mosta meg a kezét! Ezt én már tuti, hogy nem eszem meg! Semmi baj! Már is hozok egy másikat! Nekem is! Foxy megette Griffo gyümi salátáját! Gyorsan csinálja egy másikat! Csak két kezem van! Hát akkor hogy lesz így elégedett a vendég? Én sokkal jobb szakács lennék! Mi? Köszi! Nyami! Két gyümisali rendel. Én sokkal jobb pincér lennék, mint te vagy. Gondolod? Mostantól te vagy a pincér, és én pedig a szakács. Pincér, nem kérek gyümölcsöt, muffint szeretnék. Nincs muffinunk. Micsoda kiszolgálás? Tudom, Dreamy, átváltoztatnád kérlek a gyümölcsöt ilyen krémé? Ha jobban belegondolok, maradok a gyümisalinál. Szólok a szakácsnak. Kisebbet! Én csak 2 centi magas tábor eszem meg az ennivalót. Ketchuppal kérem. A gyümölcs salátát? És ilyet is tegyünk bele. Meg ilyet? Teljesen kikészítetek engem. Szegény Angie. Nagyon remélem, hogy a fagyin egy kis csokiszórás is lesz. De nekünk nincsen csokink. Nekem van, csak otthon. Azt akarod, hogy menjek leérte a völgybe? Köszi! Finom, de hiányzik egy kis tejszínhab. Nincsen tejszínhabunk. Nekem van, csak otthon. Hát persze, otthon. Finom, de tudod, mi hiányzik? Egy kis ropogós ostya. Sajnos nincsen ostyánk. Nem. Nem érdekel, hogy neked van. Nem megyek érte. Pincér, mikor kapom a desszertemet? Igen, régóta várunk. Éhesek vagyunk! Szegény Nana! Éhesek vagyunk! Enni a nagyon nehéz pincérkedni. Szakácskodni is. Szeretnék köszönő beszédet. Áú! Korábban sokkal-sokkal jobb volt főzni, amikor még csak 2 voltunk. Erre csak egyetlen megoldást látok. Frutti séfek! Elég! Ne beszélj tele szájjal! Nem véletlenül adtam szalvétát! Ne könyökölj az asztalon! Menj kezet mosni! Így már mindjárt más. És nem játszunk az étellel. Kicsit túltoltuk. Sajnálom, hogy rosszalkottunk. Engesztelésképpen mi rendezünk fogadást nektek.
minden ujjatokat megnyaljátok! Ebbe kellene még egy kis cukor. Méz, az egészséges. Nekünk nincs mézünk. Koni házában láttam, hogy van. Késtél, jó reggelt! Feltőtlenítve. Fincs illata van. Készen állok. De hát lese át, hogy megnézze, hogy mi történt. Talán helyrehozhatom. Ez furcsa. Úgy érzékeli, mintha nem lenne több gyümölcs. Te nem tudtad? Dehogy nem. Mit is? Nincs több gyümölcs a gyárban. Mert borzasztó régen esett az eső. Haldokolnak a fák. Micsoda? Most azonnal össze kell hívnunk egy válságstábot. Lássuk csak. Semmit nem akarok elfelejteni. Javaslom, állítsunk össze egy csapatot, amelyik kideríti, miért nem esik az eső. Bravo! Remek beszél! Véget kell vetnünk a szárazságnak, vagy soha többé nem lesz Cry Juice a Tutti Frutti öbölben. Most azonnal cselekedni kell, nem várhatunk tovább. Szerintem... Azonnal! 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 Biztosan meghozza a zuhit. Ez teljesen logikátlan. Egy tánc miatt nem kezd el esni az eső. Mi az? Nem hallak. Jól vagytok? Nézzétek! Ide csaltunk egy felhőt. De ez hogyan lehetséges? Egy felünk már van is. De esni még mindig nem esik. És most fújjunk tüsszentőport a felhőre, hogy tüsszentsen egy hatalmasat. Ez remek ötlet! Az ágyú készen áll, hogy kilője a tüsszentőport. Induljon a visszaszámlálás! 10, 9, tüsszentőport? 8, de ennek 7, semmi értelme. 6, 5, várj! 7, ha? Gyerünk, bébik! Próbálkozzunk tovább! És most Lala elmesél egy szomorú történetet, hogy a felhők sírva fakadjanak. Nem esik! Nem esik! Hé, gyere le onnan! Hé, az az enyém! Nálad van! Sírnak a nevetéstől. Hát, ha a felhők is sírva nevetnek. Jaj, de az öböl kiszárad, és ők csak nevetnek. Magic Tears! Jelly! Nem működik. Hát persze, teljesen egyértelmű volt. Akkor miért nem az elején szóltál? Próbáltam, de ti annyira el voltatok ájulva az ötlettől, hogy szóhoz sem jutottam. Most mondd el a te ötletedet! Vannak felhők az égen, de nem viharfelhők, és nem is szállnak a gyümölcsliget felé. Hát persze, miért nincsen szél? A szél fújja a felhőket a tó fölé. Ott teleszívják magukat vízzel, hogy aztán elszállítsák a termőföldekre. De hogyan csinálhatnánk szelet? Hát... megvan! A fénycsigás szélkerekét fogjuk ventilátornak használni. Igen, szerelhetünk rá egy motort. Igen, úgy sokkal erősebben fúj.
Szerintem a szélkerék működni fog. Nyomjuk meg a gombot, hogy a szélkerék gyorsabban forogjon. Mel, szerintem te nyomd meg. Te dolgoztál érte a legtöbbet. Banáncsúszka. Utálom, ha megromlik a gyümölcs. Büdi szaga lesz. Au! Hű! Ez fáj. Jól vagy? Én igen, de a popsim az fáj. Magic Tears! Charlie! Viccesen estél, de csúnyán megütelted volna magad. Hát, valaki nem tudja, hol a komposztáló. Azt hiszem, sejtem ki az. Nézd, itt is van. Kövessük a nyomot. Oké, itt még több van. Közel lehetünk. Ouch! Tudtam, te vagy a banán zabáló szemetelő. Zabáló? Szemetelő? Mi? Én Nana vagyok. De tudod a nevemet? Elestem, és ez a te hibád. Jobban kell figyelned, ha nem akarunk több balesetet. Bocsánat, ha banánt eszem, annyira belemerülök, hogy semmi másra nem tudok figyelni. Nana, ennyire nem lehet szétszórt. Tisztán kell tartanunk Tutti Frutti öblöt. De nem szebb így, szerinted? Úgy látom, a Jelliknek tetszik. Papa Babyk, megyek uzsizni. Hát ezt nem hiszem el. Tutti Frutti öböl a tanúm, hogy amíg én itt vagyok, ezen a helyen soha többé nem lesz banánhéj baleset. Imádom. Fagyival? Igen, banánfagyi. Elkapom! Banános ital. Fincsi. Ne! Nagyon fincsi. Kóstold meg, Tina. Sziasztok. Elegem van a banánhéjakból. Semmi más nem eszik. Nem kell az aggodalom. A gömbömet a kezemben tartom. Nana megtanulja a leckét, mielőtt elszállnak a fecskék. De az mikor lesz már? Teljesen ki vagyok borulva. Már is megtanulja, miért nem jó, ha a héját eldobja. Ha? Nana, ne! Már vagy ezerszer elmondtam, hogy a banánhéjakat a komposztba tesszük. Ó, hát persze. Nem fogod fel, hogy elcsúszunk rajta? Túl reagálod. Semmit nem látok! Fincsi lesz! Szerintem gyorsasági rekordot fog dönteni. Nem kéne segítenünk neki? Nem, meg kell tanulnia a leckét. Szia, felhő, Mizu! Az egy madár vagy egy sárkány? Ez Nana! Bocsi, vigyázz! Én vagyok! Hát? Most már egy életre megtanulta. Szerintem is. Már is véget vetek ennek. A fagyi is elég csúszós. Megvagy!
legalább... Sajnálom, Pia, soha többé nem fogok szemetelni. Most egy életre megtanultam. Nagyon veszélyes. Figyelj csak, mutatok valamit. Akkor átcsúsztam az előbb, hogy profi korcsolyázó lettem. Wow! Hű! Jól csinálod, Tina! És most fel a lábakat! Aki a legszebben csinálja, jutalmat kap. Ezt a kosár banánt. És ha befejeztük a korizást, tudjátok, hová megy a hely? A komposztálóba! Galiba. Fincsi illata van. A tóvíze szerintem tökéletes parfüm alapanyag. Sokáig fog tartani? Cseppet sem. Csak megtöltöm a kulacsomat, és kész is van. Ez nem jó. Ez sem. Sose lesz vége. A kulacsom! Segítek visszaszerezni. Tényleg sose lesz vége. Olyan izgalmas megfigyelni a napot! Egyfolytában ragyog! Írod? Wow! Az mi? Te is látod? Végre van mit csinálni! Jaj, ne! Elsodródik! Én kitaláltam valamit! Ahogy sejtettem, a tó közepén van! Foxy, rajzolj csónakot és használd a varázserőt! Igen! Most már be tudunk menni, érte? Remek ötlet! Mel, te nem lelkesedsz? Szerinted rossz ötlet? Hát... Nem, szerintem nem túl jó ötlet. A kulacs túl messze van és a csónak nem biztonságos. Igaza van! Igen, igaz. Tudod, hogy győz le a félelmedet? Gyerünk befelé, semmi baj nem lesz! De én nem tudok úszni! Semmi baj, nem kell úszni, csak evezni! Ja. Ó, mit keresek én itt? Ah, ó, elsüllyedek! Okay. Hop, hop. A kulacs! Mehetek vissza! Hol a másik evező? Tűnt. Ha-ho, segítség! Végem! Segítenünk kell! Túl messze van, nem hallom a gondolatát. Nyugalom! Csak azt mondja, hogy megtalálta a kulacsot, igaz? Szerintem még mást is. Lássuk csak, miért te vesz körbe-körbe? Talán azért, mert csak egyetlen evezőt rajzoltam. Jaj, ne! Nem tud visszajönni! Örökre a tóban ragad! Ez az én hibám! Gondolkodj, Ella! Van egy ötletem, Foxy, kötelet! Hoppá! Tudom már, egy pecabot kell! Ez biztos? Igen! Jó! Nem, eszedbe ne jusson! Gondolkodj, Ella! Megvan! Szuper ötletem van! Szívjuk le a tavat! Rosszul érzem magam. Fáj a pocim. Nem már! Mindjárt végzünk! Már csak néhány százmillió liter szörpi. Ez nem megy. Lássuk! Ó, ötlet! Nem, nem működne. De ha... Nem. Semmi nem jut eszembe. Sajnálom el. Sajnálom, hogy erőltettem. Magic Tears! Jelly! Mi? Ez az! Építsünk utat! Munkára, baby! Hajrá! A gyümölcse
nem azt akarja, hogy a gyümölcsökön menjek ki a partra, ugye? Menni fog! Igen! Igen! Hurrá! Kösz, hogy megmentettetek! Ella, már nincs benne félelem, és jut eszembe, itt van a kulacsod! A tökéletes lötty a parfümhöz. Aha, mutasd csak. Igen. Kaphatok? Én is kérek. Hé, mindet megittátok. Kitölti újra. Ha-ho! Tolvaj. Nem, nem, nem essem. Nem, nem, nem. Nagyon nehéz kitalálni, milyen gyümölcsből készüljön a világ legjobb parfétortája. Nana, tökéletes időzítés! A banányait bekerülnek a világ legcsodálatosabb parfétortájába! Igazán gimisztikus lesz! Köszönöm! Annyira boldoggá tettetek engem! Magic Tears! Jelly! Holnapig vigyázz rájuk! Rikko-rikko! Tropical. Smell good. Tropical. 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 Yeah. Up, up, up. Gyümölcs érkezett. Bana! Bana! Merre vagy, Bana? Indulhat a főzőcske! Hol vannak a banánok? Fogalmam sincs, és Banát se találom sehol sem. Mit jelentsenek? Elvesztetted a banánokat! Nem vesztettem el őket. Együtt is aludtunk. De most Banát se találom. Szóval akkor Bana volt. Nem akart osztozkodni. Jaj, ne! Bana a tutti frutti öbögyű mitolvaja? Az ebreim! A dinnyeim! Az én csodás narancsom! Nem, Bana sose lenne képes ilyesmire. Lőttek a parfétortának. Ne aggódj, megcsináljuk. Csak meg kell találnunk Banát. És azt mégis hogy? Komolyan azt hiszitek, hogy Bana volt az? Ssss! Koncentráljunk. Lehet, hogy bajban van. Bana! Au! Egy nyom? Nézzétek, itt is van egy. Bizonyára az egyik banánunk héja. Gyerünk, kövessük a nyomokat! Nézzétek arra, ott is egy! Au! Nézzétek, ott is van egy! Bana, Bana! Jó kis búvóhely, igaz? Bana így sosem találja meg az eprecskéimet. Gyümölcs érkezett. Egy pisztenést se. Bana bármikor felbukkanhat. Nem Bana volt. Bana a tolvaj. Elkapjuk, és akkor te is belátod majd. Á, a tolvaj! Te
eljössz, Dreamy! Rajtad a sor! Hát ti meg mit kerestek itt? Nézzétek, a gyümjeim! Akkor mégsem benne volt, ez csodás hír! Gyelato! De akkor mégis merre van Bana? Adjátok vissza a banánokat, tolvaj banda! A jellik nem mehetnek a gyárba, szabály ellenes! Bana! Bana, sajnálom, azt hittük, hogy te vagy a tolvaj. Megbocsátasz nekünk? Azt mondja, igen. Most már készítheted a parfait tortát, csak ha Bana nem falja fel. Song. A nyári dal. Zselészint rendben van. A savtartalom az is ok. Köszöntök mindenkit a szüreti bálon! Micsoda remek buli! Encsivel kezdünk, aki verset fog mondani a Tutti Fruttik nevében! Igen! A parackok nőnek. A grapefruit virágzik. Az alma és a málna is. Az ágakon tanyázik, még nem mind zselévé nem válik. Szép volt, Angie! Egész héten ezen dolgoztam. Magic Tears! Jelly! Fogadjátok a bőgylakó bébiket, akik egy csodás festményt hoztak Tutti Frutti öbörről! Gyümölcspürével festettük. Attól lett ilyen szép színes. Tapsoljuk meg a bőgylakókat! Hip-hip-hip, fantasy! És most hallgassuk meg a fantasyket, akik elhozták nekünk a szüreti dalt! Ajándék, keper, barack és mangó, egy gyümölcsös puszi, az már is adható. Ó, adható, vidám zene szó, csak táncra való. Mindig táncolnék, a lábam sosem áll meg, és a csípőm is ritmusra reng. Mindig táncolnék, a lábam sosem áll meg, és a csípőm is ritmusra reng. Gyerünk, bébik, táncoljatok! Ó-ó, tűnik esni fog. Ó, ó, az időjárásra való tekintettel a bulinak vége! Viszlát jövő héten! Egy újabb eseménytelen éjszaka. Mindig táncolnék, a lábam sosem áll meg. De jó kedve van valakinek. És a csípőm is. Később találkozunk. Úgy látom, hogy ez nagyon jó buli volt. Takarítás kész. Hé, senki nem foglalkozik a gyümölcsökkel. Nem tudunk leállni. A koncert a vihar miatt elmaradt. De azóta nem tudjuk kiverni a fejünkből ezt a dalt. És itt ki fog szüretelni? Azonnal megoldást kell találnunk. Egy héttel később. Ma este van a koncert. Pi, ki kell találnunk valamit, hogy elfelejtsék azt a dalt. Ó, mi van, ha előadok egy még fülbemászóbb dalt? Pi, hozd a gitáromat, van egy ötletem. Pont ahogy Pia mondta. Ezen a héten egyetlen gyümölcsöt se szedtek. Ez az átka a félbe maradt dalnak, amit a viharos felhők oly rútó széjjel szabdaltak. Szegény bébik így most sok éjszakán át talpaltak. Úgy érted, hogy most nem tudják kiverni a fejükből ezt a dalt? Amíg végig nem hallgatják. Attól tartok, igen. Tennünk kell valamit, Iziben. Ma se újra előadjuk, de ezúttal végig is énekeljük. Igen, és hamarosan újra tudnak majd szüretelni. Hip-hip-hip, fantasy! Ma este ismét táncoljunk! Táncra fel, bébik! Igen! És a csípőm is végre már.
Adal? Abba hagynátok a táncot? Elég volt befejezni a viháncot. Lejártak a régi dalok! Most jöjjön egy új! Ez a Frutti Rock! Rock, rock, a Frutti Rock! Rock, rock, a Frutti Rock! A régi dalban itt vagyok! Mert itt az új dal, itt a Frutti Rock! Igen! Igen! Azt hiszem, hogy elfelejthették azt a fülbe mászó dalt. Igen, megcsináltuk. Szuper egy este volt. Szia, Pia! Szia! Rock and roll! Na, 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 na. Nem tudjátok kiverni a fejetekből? Nem, csak vicceltünk. Én azt hoztátok rám. Felfedezése. Első rész. Ezek a sütik nagyon fincsik lesznek. Meleg van. Beteg vagy? Így nem fogsz tudni elutazni. Dehogy is nem tudod. Vagy egy kicsit melegen van. A maximum vagy a sütő. Igen, egészséges vagy, mint ez az eper. Én még nem tudom, hová menjek nyaralni. Gyere velem fantasy világba! Ide adnád az epret! Hoppá! Ez nagyon fincsi volt! Képes voltál az összeset megenni? Sajnálom! Cutie, kérlek, hozz egy kis epret az erdőből! Akkor én meg kikapcsolom a sütőt! És finom. Ez az a különleges eper, amit a fantasyk esznek. Az én muffinjaim lesznek a világon a legfinomabbak. Milyen fincsi illat. Meg kell kóstolnom. Wendy, ki a barátod? Ő az unokatestvérem Lizzie. Most eljött minket meglátogatni. Hát, szerencsétek van! Épp most lett kész a süti! Igen! Szívesen! Tessék! Mindenkinek egy! Ez szuper fincsi! Mert különleges epret használtam. Olyat, amilyet a fantasyk kesznek. Így érthető. Különleges eper? Én olyat még sose láttam. Nagyon szeretnék ilyen epret. Én is. Én is. Én is. Én maradok. Nekem sok dolgom van. Veletek megyek, de csak rövid időre. Nyaralni készülök a fantasy világba. Jössz, Lizzie? Ott vagyunk már. Micsoda eper illat van. És dinnye. És narancsillat is. Ez a hely egy álom! Az édenke! Vigyázz, Lizzy! Gyümölcsös illatot érzek! Egy kis lekvár! Ez egy új világ! Hát ez szuper! Mekkora banán! Uzi! Ez a világ legjobb banánja! Hihetetlen! Az íze még jobb, mint az illata! Nem tudom abba hagyni a gyümölcsevést! Micsoda szuper nyaralás! Jessivel kellett volna találkoznom! Vajon mit csinálhat? Biztos megfeledkezett rólunk.
Sose tanulok meg kézzel perecet csinálni. Biztosan jól szórakozik. Még 5 perces. Barátok vagytok, vagy ellenségek? Nagyon cuki, és gyümi illatuk van. Hová visztek minket? Várjatok! Lili! Segíts! Hívjuk a többieket, szabadítsuk ki a bébiket a szörnyek fogságából. Miért hoztak minket ide? Megettétek az összes termést! Nagyon szeretnék ilyen epret! Trutti-trutti! Miért hoztak minket ide? Megettétek az összes termét! Üdv a Tutti-frutti öbölben! Tutti-frutti öböl felfedezése. Második rész. Cukik, lefotózhatlak titeket? Segítség! Elrabolták a bébiket! Mi történt, Lady? Hatalmas, ícsiklandozó gyümölcsöket ettünk, de egyszer csak megjelentek ezek az apró, színes szörnyek, akik fura nyelven beszéltek, és... Hatalmas gyümölcsök? És színes szörnyek? Fura nyelv? Megmentjük a bébiket! GPS bekapcs! Én is megyek! Egy legfár mellett mentünk el, és mindennek fincsi illata volt. Fincsi illat? Hashtag gyümi illat! Várjatok! A szörnyek bárhol lehetnek. Azt hiszem... erre. Nem. Erre. Az mi volt? Ők azok! A fura babák velük szedetik a gyümölcsöt. Mennyire finom narancslé! Szörnyen érzik magukat, parancsolgatnak nekik. Mentsük meg őket! És ha elkapnak? Én tudom! Álcázzunk! Sajnos nem érzem a saját illatomat a gyümölcsszaktól. Nézzétek, milyen álcát találtam! Szuperül néz, kis fincsi illata van! Rím szagot fogott! Ezzel irányítom a fincsi gyárat! Csinálok 100 grapefruitos gumicukrot. Jaj, ne! 1 millió gumicukorra állítottam. Meg kell lennünk! Au! Hé, te ki vagy? Mit keres itt egy tükör? Tudtam, jöttek még bébik! Ez itt a bék! Ne féljetek, ők a barátaink! Mi azt hittük, elraboltak. Annyira jó, hogy így mind összejöttünk. Milyen csodás könycsepp! Magic Tears! Jelly! Ezek élnek! Vigyázzatok! Ne aggódj! Elég huncutok, de nem veszélyesek.
A jellik a világunk alapelemei. Nélkülük nem lennének ilyen nagy és szaftos gyümölcseink. Hű. Úgy tűnik, meg akarják mutatni Tutti Frutti öblöt. Kifacsarjuk a gyümölcsöt a Fincsi gyárban. A lé pedig a tóban. A lé különböző színű. Attól függ, milyen gyümölcsből van. És íme a Fincsi gyár. Ez a keverőmedence. Azt a mindenit! Azok nagyon szép formák. Imádom! Sziasztok, Encsi vagyok. Itt kóstolhatok turmixokat, smoothie-kat. Van olyan banános, dinnyés, narancsos? Persze! Te megálmodod, mi meg kikeverjük. Tutti Frutti öböl! Tudtam, hogy Fincsi lesz. Ez egyértelműen életem legjobb nyaralása. Végre megvagy. Ti már ismertétek Tutti Frutti öblöt? A világ minden szegletét ismerjük, és a távcső segítségével óvjuk és vigyázunk rájuk. Mondd, vannak még ennyire szuper helyek? Persze, és mindegyiknek saját külön varázskönnye van. Elviszel minket oda? Jobb, ha ti fedezitek fel kis lépésekben. De előbb meg kell tanítanod kézzel perecet csinálni. Életre kelt könnyek. Igen! Itt annyira Fincsi illat van, és a Cry Juice is szuper Fincsi. Kérek még! Hát, elfogyott. Hogy mi? Mind megittad. Hogyan lehetséges, hogy nincs több Cry Juice Tutti Frutti öbölben? Mintha elfogyna a cumis üveg a völgyben. Mi? Áú! Ne aggódj, Koni! Csinálunk még! Tényleg? Hű! Csak nem a Fincsi gyárban. Megnézhetjük, hogyan készül? Persze! Hurrá! Szuper! Mindent tudni akarok! Ó, igen! Gyertek csak, ez a fertőtlenítő kapu. Fertőtlenítve. Ez a kupola. Ez a gyümi kontrollgép. Hűha. És ez? A gyümölcs csodálatos illata. Hűha. Kövessetek! Hé, ezt össze kéne takarítani. Áú! Most jön a legjobb. A keverőgát! Lássuk, lássuk! Lássuk, lássuk! Én is látni akarom. Ez minden gyümölcsel működik? Nem szédülnek el a gyümik? Hazavihetem? Igen, nem. Még jó, hogy nem. Csináljunk Cry Juice-t! Előbb azt döntsük el, hogy milyen gyümölcsből. Banánból! Nem, áfonyából! Nem, almából! Nem, banánból! Almából! Áfonyából! És ha mindezt összekeverjük? Állj! Sokkal Fincsibb lesz, ha közben énekelünk! Első a banán, és csodás lesz a hét. Áfonya jöhet, imádom a levét. Az alma mindig Fincsi, és reggelre sem uncsi. Összefér a soklé, Cry Juice mindörökké! Igen, újra! Első a banán, és csodás lesz a hét. Áfonya jöhet, imádom a levét. Az alma mindig Fincsi, és reggelre sem uncsi. Összefér a soklé, Cry Juice mindörökké! Igen! Kész van! És most keverjük össze! Csinálhatom én! Hát persze! Kóstoljuk meg! Olyan az íze, mint a vattacukornak! Szerintem szivárványcukorka. Ez csuda finom, szuper Fincsi! Olyan izgatott vagyok, mindjárt sírok. Magic Tears, Jelly! Jelly könnyeket ejtünk. De menő! Ultra menő!
Ne, Jellika Fincsi gyárban! Miért baj? Több cukik! Több cukik inkább igazi rossz csontok! Ezért sem engedjük be őket a Fincsi gyárba! Tragédia. Már csak ki kell vinnünk őket. Gyerünk! Ez az, bébik! Nyomjátok! Nyom! Nem! Ezt ne csináljátok! Ne! Állj! Kapjuk el őket! Állj! Hé! Arra! Gyere vissza! Áú! Nem szöksz meg! Hagyjátok! Ne! A völgy felé mennek! Ne! Arra ne menjetek! Hm? Jaj, ne! Mi az? Mi történt? Van egy kis gond! Az előző részben. Nincs több Cry Juice! Ne aggódj, Connie, csinálunk még! Ne! Jellika Fincsi gyárban! A völgy felé mennek! Ne! Arra ne menjetek! Jaj, ne! Mi az? Mi történt? Van egy kis gond. Jellik, kapjuk el őket! Ne! Elvitték Pensi kocsiját! El kell kapnunk őket, de gyorsan! Jaj, ne! Ez szörnyű! Gyere ide! Ne! Ne! Pimas Jelly! Hé! Állj! Állj! Töki! Ne! Vagy, de azért gyakorolj még kicsit. Szia, Mia! Ha? Hana. Hé, mit csináltok? Ne, az az én kockám! Óvatosan, a labdáim! Add vissza! Kérem! Keltek és kiszöktek az öbölből. Könnyek? Mi? Nyugi, mindent visszaszerzünk. Kapjuk el a szökevényeket. Mamma mia. Mia, nagyon csúszósak. Akkor is elkapjuk őket. Hogy? Én tudom, működött a zseli a Fincsi gyárban. Most is valami hasonlóra van szükség. Sasha fikuszára? Nem, Koni zseliére. Igen! Cukrot kérek! És zsúszt! Még egy kicsit! Szerintem kész van! Gondolod, hogy elég ragacsos? Azt hiszem! Gyerünk, bébik! Támadás! Megszöknek! Gyorsabban!
eddig. Ó, ennek nem lesz jó vége. Megörültek! Mit tegyünk? Hát, egyszer lehiggadnak. Ez komoly! Most akartok cumizni? Mi a... Úgy szívod, mint egy porszívó! Ez az! Beszívom őket! Működik! Ez az, Lizzie, csúcs vagy! Jellik a zsákban! Hurrá! Szuper! Tessék, nagyon sajnáljuk. Nem tudtuk, hogy a Jellik ilyen rossz csontok. Köszi, bébik! Mit csináljunk velük? Bármit, csak ne engedjük el őket. Fagyasszuk le? Ne, szegénykék! Tutti frutti öbölbe valók, visszaviszik őket. Igen, hiányzik az eper illata. Újra itt vagyunk, most mi legyen? El kell engednünk őket. Kizárt! Nem fogok még egyszer utánuk futkosni. Kizárt! Szerintem megtanultak viselkedni, igaz, Jellik? És most hadd menjenek! Nézzétek! Az a fa nyakláncot terem! Az meg muffinokat! A kedvenceink a Jelliktől! Imádom ezt a fát! Ültethetek ilyet a kertembe? Narancsízű! Imádom a tutti frutti öblöt! Meg a Jelliket is! Okay.